Én azt gondolom, hogy Magyarország sok ország összehasonlításában elég jól áll térfigyelő kamerák számában. Nem, mint hogy sok van. Igen, igen. Budapesten összesen 1500 térfigyelő kamera működik. Csak a 13. kerületben 230 olyan kamera van, amit a rendőrség, az önkormányzat vagy a közterület felügyelet üzemeltet. De mire is jók ezek? Nem túl gyakoriak a statisztikák, amik megjelennek arról, hogy mennyire létjogosultak ezek a rendszerek, de általában pozitív példákat mutatnak, hogy a bűnözés ilyenkor egyrészt átalakul, megváltozik, a bűnözők alkalmazkodnak ezekhez a rendszerekhez. A mi kutatásunk is tulajdonképpen azt mutatta, hogy vannak olyan speciális helyzetek, amikor bizony jók a kamerák, akár megelőzésnél is. Amikor nagy parkolókban vagy parkolóházakban használják a kamerát, akkor annak bizony megelőzési hatása van. Amire megelőzés szempontjából teljesen használhatatlanok a kamerák, azok az impulzív cselekmények, az erőszakos cselekmények, a testi sértés. Tehát ott, ahol valamilyen fajta konfliktus van, ott abszolút alkalmatlanok. Az már biztos, hogy egy térfigyelő kamera nem csodaszer a bűnözéssel szemben. De vajon mennyire látnak és hallanak élesen? Ezek a kamerák általában 20 és 40 szeres zoom közötti értékkel bírnak, ami mondjuk lehetővé teszi azt, hogy 50 méterről mondjuk egy arcot ki lehet nagyítani a képen, ha a kamera éppen arra néz. Ez így körbe tud forogni, és hát ugye egy fölle ez billenthető is, és hát az objektív az maga ez a része itt körülbelül a kamerának. Ilyen borzasztó zoom képességekről nem beszéltünk, már csak a helyhiány miatt, csak nyilván vannak olyan borzasztó nagy fókusztávolságú objektívek, amikkel igen messzire, akár kilométerekre is el lehet látni, de azok nem olyan méretűek, amik mondjuk egy ilyen komplett egységbe beleférnének. Hogyha kamerákba épített apró pici mikrofonokat használunk, abból valószínűleg csak a zajt tudjuk kinyerni egy városi környezetben. Mostanában a térfigyelő kamerák egy speciális típusáról, az arcfelismerő kamerákról hallani sokat. Ezek bevezetését Kocsis Máté, a 8. kerületi polgármester jelentette be, nagy port kavarva. Nem sok olyan pilot projekt működik ismereteim szerint a világban, ahol ez az arcfelismerés használatban van, vagy napi gyakorlatban van. Nem vagyok ebben abban biztos, hogy ez egy komoly, megfontolt ötlet volt. Ez én inkább azt hiszem, hogy csak ötletelés szintjén merülhet fel ez a dolog. Ahogy a mi saját termékeink megmondják az életkort, meg a nemet, mások termékei megmondják esetleg, hogy milyen hangulatban van az illető, egyéb gyártók más irányú fejlesztései pedig össze tudják hasonlítani ezt az arcot egy másik mintával. Körülbelül itt tart most a világ. A mi szoftvereink esetében gyakorlatilag mindkét szemnek látszania kell, összetett telepítési útmutatásunk van, hogy milyen magasságban, milyen szögben, hogyan álljon ez a kamera. Itt nem csak arról van szó, hogy feltesszük a kamerákat, és azok működnek napi 24 órán keresztül, hanem iszonyatosan sokba kerül annak a 24 órának a követése, tehát hogy mi történik, ki jelez, hova jelez, hogy tároljuk az adatokat. Egy bűnöző, ha akarja, könnyedén ki tudja játszani a kamerákat, felvesz egy baseball sapkát, leszegi a fejét. Akik viszont úgy érzik, hogy nincs semmi takargatni valójuk, azok nem tesznek semmit a megfigyelhetőség ellen. Így pont az ő magánszférájukat sérti leginkább a kamerák használata. Ráadásul a bűnözési statisztikákon is látszik, hogy valami keveset változtat a közbiztonságon a kamerák használata. Így a célját sem éri el. Akkor megéri. Azt mondja az átlagpolgár, hogy engem láthat a kamera, mert én nem követek el bűncselekményt. Látja majd a bűnözőket. Egyet nem gondol végig, hogy ez a fajta szabadságkorlátozás, ez őt is érinti nagyon keményen, mert lehet, hogy nem bűncselekményt követel, de esetleg andalog egy nem a házastársával mondjuk adott esetben egy délutáni órán, és mondjuk az a férfi vagy az az ember, aki a kamerát nézi, az mondjuk pont a szomszédjuk. És adott esetben jelzi a házastársnak, hogy mintha valami nem lenne rendben a kapcsolatukkal. Tehát, hogy annyi olyan mértékben bele mászik a privát szférába ez a kamerarendszer, hogy az emberek ezt nem tudják. Én azt hiszem, hogy ez lenne, vagy ez is lenne a feladata
a szakembereknek ezt erősíteni kéne mindenképpen, hogy az emberek a saját szabadságjogaik fényében is értelmezzék a kamerák, hogy mondjam, veszélyességét.